Az elmúlt hét második felében Debrecenben rendezték meg az úszók 119. felnőtt magyar bajnokságát. A nyíregyházi színeket 10 versenyző képviselte, az egyedül felnőttkorú Szurovcsák Ivett mellett ifjúsági, serdülő és gyermekkorosztályos fiatalok alkották a csapatot. Szinte mindenki egyéni legjobbját úszta, így a csapat a tavalyi 135 bajnoki ponttal szemben ezúttal 190 ponttal zárta az OB-t. A legeredményesebb Szurovcsák Ivett volt, aki a 200 méteres mellúszásban szerzett 7. hely mellett 100 és 50 méteren is ezüstérmes lett. Minden három számban egyéni csúcsot úszott, és 100-an és 50-en is azt mondom, hogy igen jól megjavított az egyéniét. Azt mondom, most a lehető legtöbbet megtettünk, amit ki tudtunk hozni ebből a helyzetből. Viszont az 50 méter, aminek a rajtján még lehet csiszolni, szerintem ott vannak az elbújt tizedek. A bajnokság előtt sérüléssel bajlódó nyíregyházi úszónő úgy szerezte a két ezüstérmet, hogy mindkét számban legyőzte a világ egyik legjobbjának számító hosszú Katinkát. Nagyon nagy élmény volt, már csak azért is, mert az előfutamunk után láttam, hogy milyen mezőny van a döntőben. Nagyon erős mezőny volt, 100-an is és 50-en is. És ahogy ott úsztam, és láttam, hogy milyen sokan vannak a lelátón, és szurkolnak nekem is, és illetve az ellenfeleimnek, ez egy hatalmas öröm volt számomra. Ivett 100 méteren 200-addal maradt el a nyári budapesti világbajnokság indulási szintjétől. 50 méteren már megúszta a szintet, de csak akkor állhat rajtkőre a VB-n, ha jövő lesz a legjobb B-szintes idő. Az 50 métert fogjuk megcélozni, hogy azon próbálunk szintet úszni, illetve a legeredményesebb B-szintesnek lenni, hiszen azon már B-szintünk megvan a VB-re. Hát hosszú Katinkával kell felvenni a versenyt, mert a jelenállás szerint ugye Katinkát nevezte a szövetség 50 méteren, vagy a Katinka csapattag 50 méteren, 100 méteren a Stankovicson, illetve 200-on a Sebestyén Dalma. A szint teljesítésére június elején a Budapest Open elnevezésű nemzetközi versenyen lesz lehetősége Urbin Tamás tanítványának.